Számos kiállító érkezett a Magyar Ortopédiai Társaság 60. jubileumi kongresszusára. Nyíregyháza már negyedik alkalommal ad helyszínt a többnapos rendezvénynek. Ebben az évben az egyik legaktuálisabb téma az endoprotetika, azaz a műizületek beültetése, hangzott el a rendezvény sajtótájékoztatóján. Az idei konferencia azért is kiemelten fontos a város számára, mert a Józsa András Oktatókórház ortopédiai osztálya 40 évvel ezelőtt vált külön a korábbi traumatológiai szakterülettől. Az elmúlt évtizedek alatt sokat fejlődött az osztály, jelenleg évente körülbelül 1500-1600 műtét zajlik Nyíregyházán. A 60-as, 70-es években inkább gyakoribbak voltak a gyerek ortopédiai beavatkozások a kor színvonalának megfelelően, majd a technikai fejlődés eredményeként a 80-as évek végétől Magyarországon robbanásszerűen beindult a protéziseknek a beültetése, így jelenleg is a mi osztályunk profiljának kb. 50%-át ezek a műtétek adják. Mindemellett sportsebészeti beavatkozásokat, idősebb betegek artroszkópus műtéteit végezzük, általános ortopédiai beavatkozásokat és kézsebészeti műtéteket. A számok évről évre fokozatosan nőnek, most már nem is olyan exponenciálisan, de mindig egy kis növekedés az látható. Hazánkban mintegy 10 000 tért protézis és mintegy 8 000 csípőprotézis műtétre várnak az országos egészségbiztosítási pénztár adatai szerint. Nyíregyházán körülbelül fél, maximum egy évet kell várni a műtétre, tette hozzá dr. Farkas Csaba osztályvezető főorvos. Az OEP várólistás adatai szerint egy csípőprotézis műtétre átlagosan 209 napot várakoznak a betegek, amíg egy tért protézisre 263-at. Az átlag életkor növekszik a nyugati társadalmakba, meg most már a fejlődő társadalmakba is. Az idős emberek exponenciálisan kopnak, és ahogy egy életkor fölé kerül a populáció, abban a pillanatban egy hatalmas nagy igény jelentkezik arra, hogy ezeket a kopó ízületeket mi tudjuk gyógyítani. Most az a tapasztalat, hogy a térdízületi kopások nagyobb mértékben fordulnak elő, mint a csípőizületi kopások, ahogy az életkor nő. Az ellátás igen magas szinten van az országban mindenhol, tette hozzá dr. Tóth Kálmán. Az eszközellátás is jó irányba halad, de a humán erőforrás is kiemelkedő minőségű a hazai kórházakban.